Sziasztok! Üdvözlök innen mindenkit, Szalszert Mártonból. És most azt a vonalat fogom bejárni. Ugye megint vonalbejárás lesz, ami a múltkor kimaradt, a összekötő vágányvét a régi katonai vágány Dunaújváros fele. Mivel a busszal csak ide a bejárati útig lehetett jönni, ezért most még hát egy pár kilométert sétálni kell a vasútállomásig. És utána onnan, mert hogy onnan ágazik ki az a vágány, onnan majd egészen le a Dunapartig lehet haladni. Remélhetőleg a vágány végig megvan, és akkor be tudom nektek mutatni. És egyébként a Dunaújvároson meg folytatódik a túloldal, tehát a Duna másik oldalán is állítólag megvan egészen a Dunapartig. A Dunaújvárosi vasútállomástól, csak hát ugye, mivel nincs híd, ezért a Dunaújvárosban nem tudok átmenni. De majd egyszer lehet, hogy azt az oldalt is bejárom, mert ráadásul Dunaújvárosi meg el lehet menni vonattal is minden nélkül. Itt meg szintén felszállni, szintén majd csak itt lehet a bekötő útnál. Hogy esetleg ha szerencsém van, akkor még lesz egy busz innen Szalszentmártonból, mondjuk Kunszent Miklósig, ahonnan már van vonat, és akkor nem kell annyit gyalogolni, de hát ezt majd meglátjuk. De most még az állomásig kéne eljutni valahogy. Úgyhogy ezen az úton kell sokáig menni, aztán valahol még itt letérni róla. De jó fele megyek, az már biztos. Ezt nézzétek, úton a vasútállomás fele. Találunk egy-két vasúti betonaljat. Ez valószínűleg egyébként kapubejárónak, vagy annalsanónak hozták ide. Mert erre fele nem volt vasút, úgyhogy biztos, hogy nem onnan szedték ki, ezeket ide szállították valamiért. Látjátok, itt vagyok az állomáson. Legalábbis már majdnem, és itt volt egy sodompós átjáró, ott látszik a sodompónak a nyoma. Ugye itt volt maga a sodompókkal. Ilyen az állomás, az arra van, nekünk viszont majd a másik irányba kell menni. Az iparvágány onnan ágazik ki. Sikerült ideérni, és akkor ott ami vágányot elindul a gazva, azt kell bejárni. Egy darabig párhuzamosan megy a másikkal, úgy emlékszem. Úgyhogy igen, akkor csak előre. És akkor látjátok, itt még a kettő egymás mellett megy, itt megy a gazba a másik vágány. És ott van, ami mind a kettőnek van egy külön bejárati jelzője. Nem nagyon látszik, de itt van a gazban. Majd csak később fog szétválni, és onnantól fogom ezt követni, addig inkább megyek a másikon, mert az jobb állapotban van. Ekközben, és elmondom, hogy ez még mindig a Kunszent Miklós vagy Dunapatajvas útvonal, és így Szalszentmártonnál után nem sokkal, tehát hogy Soltig még járnak vonatok a pályán, teherforgalom van. Meg legutóbb az angolok külön vonata is elment Soltig. Azt is láttátok az előző vonatbejárásból, hogy Solt után Dunapataig meg már abszolút járhatatlan. Tehát oda még a külön vonatot sem tudták leengedni. Annyira már el volt, a pálya az már annyira el van hanyagolva, hogy ez egyszerűen alkalmatlan vonat közlekedésre. Itt van egy útátjáró, meg itt is, ugye a sinek megvannak. Tehát ezt a vágányt ezt nem szedték föl, csak mondom, nem tartják karban, legalábbis annyira, hogy nem gazolják meg ilyesmi, de gondolom, hogy még katonai jelentősége van, mert ez egy katonai hadgyakorlat miatt épült. Dunaújváros felől megépül a Dunapartig, meg innen megépül a Dunapartig. És egy hadgyakorlatnál ponton hidat építettek a két vágányszakasz között. És ilyen nehéz katonai járműveket vittek rajta. Tehát lehet, hogy katonai jelentősége is van. Van egy hasonló ott Lakitelek környékén, a Tiszaugi hídnál ott is volt régen egy ponton híd, ahol szintén átkeltek, viszont azok a vágányok nem tudom, hogy megvannak-e még egyáltalán, akkor milyen állapotban. Bár a Lakitelek felőli kiágazó része biztos, hogy megvan, mert ott van egy vegyi üzem, ahol még van kiszolgálás, tehát addig használják. És addig aztán karban, és nyilván karban is van addig tartva. Viszont Tiszaug felől meg nem tudom, hogy lehet, hogy csak a váltót szedték ki a vonalból. Lehet, hogy már az egészet felbontották, ezt nem tudom, egy darabig még a 44-es úton lehetett látni a vágányokat. Hoppá! M63-as, ott szalad. Ott az elbújt. És látjátok, a 92-es szelvény. Dunavécse az valahol a 160-es környékén van. És akkor innestől már jöhet a bozótharc.
Itt már látjátok, a másik vágány az ott van, nézd be is ott a fővonal. És hát igazából az is mellékvonal, nem fővonal, mert ez a 151-es még mindig. Viszont itt már ténylegesen is szétválik a két vonal, tehát itt már nincs más lehetőségem, mint követni ezt. Így azért remélem, hogy ennél nagyobb susnyás nem nőtt rá, és akkor ezen így végig tudok menni. Egyébként valahol majd találkozik a közúttal, amelyik talra fele van, és egyébként azokkal sok-sok az a nagyobb épületek ott van, az ami gyár vagy valami lehet, az már a Duna túloldalán van, és az már a Dunaújváros. Igazából nincsen itt átkelési lehetőség a Duna két oldala között. Erre fel, Dunaföldváron van a legközelebbi Dunahíd, ahol át lehet menni, tehát most itt ott tartunk, hogy és a Dunapartig el tudok sétálni, de a folytatást azt már fogom tudni bejárni, mert ugye átúszni ilyen időben nem lehet, mert még hideg a Duna, híd meg nincs. Itt maximum átúszni lehetne. De esetleg haladok, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, hogy meddig eljutni. Ott látok egy komolyabb útakadályt előttem, de hát hol van az még, azt szerintem ki lehet kerülni. Ezt nézzétek, egy lyuk. És látszik, hogy ez még izét, ráadásul a régebbi kavicsos ágyazat van. Tehát nem is a megszokott bazaltkő, hanem ez még ilyen salak meg bányakavics. Egy-két alkalmat, mikor szükség lehet rá, azt meg kibírja így is. Ham-ham úgyse lesz rajta forgalom. Aha, és azt nézzétek, hogy ezen a nagy bozótoson nem biztos, hogy át tudok kelni, úgyhogy szerintem ezt meg fogom kerülni. Na, bozótos megkerülve, és látjátok, egyre jobban, vagy egyre inkább távolodik el. Ez ilyen vonalbejárás, az teljesen lutli, hogy meddig jutsz, mert most lehet, hogy vissza kell majd fordulni, mert egyszerűen nem tudsz rajtni, vagy egyszerűen eltűnnek a sinek, és már nincs mit bejárni, meg akkor meg már nyomon, és ez a térképen sincs előve ez a nyomvonal, úgyhogy itt aztán tényleg, hogyha eltűnik a töltés, eltűnnek a sinek, akkor nem is biztos, hogy a folytatás hoppá megtalálod. Ez amúgy szerintem a rókajuk, vagy valami hasonló lehet. Kikerüljük. Hát látszik, hogy azért erősen a közút fele megy. És a közútból valószínűleg kiszedték a sineket, azt amikor ilyen busszal jöttem erre fel, akkor sose láttam, hogy lettek volna. De majd ha odaérek, akkor kiderül, és itt van egy szelvénykő. Hát nem látszik, hogy lekopott róla a szá. Ezt nézzétek meg, lassan már teljesen sikerül eltávolodni a másik vonaltól. Már egyenesen a közút felé veszi az irányt. Így sikerült ennek az ívnek a végére érni, és egyre közelebb a közúthoz. És hát egyébként a helyzet továbbra is változatlan, legalábbis előrehaladás szempontjából. Nem javult, nem romlott. Egyszerűen haladunk előre. Valamennyit haladtam előre. De a helyzet nem változott. És még mindig nem értem el a közutat, de arra fele haladok. Tehát elég hosszú vágány volt ez, mert már mióta jövök rajta. Egyre közelebb a közúthoz, ezt nézzétek. Hát itt már van egy áthatatlan dzsumbó, viszont itt már földút van mellette, úgyhogy most le fogok térni a vágányról. Hát nézzétek, erről jöttem. Azért nem semmi dzsumbúj volt eddig se. De itt lesz majd az érdekes rész. Van egy földút, ahol meg lehet kerülni ezt a nagyon nagy susnyást. És itt lesz majd az érdekes rész, amikor elérek a közúthoz, hogy meddig vannak meg a sinek. Ezt mindjárt akkor megnézem. Meg hogy a túloldalt meddig vannak, mert szerintem a túloldalt is van belőle. És azt nézzétek, itt van a közút hamarosan. Én ugye mutatom a másik oldalt. És igen, most már ennyire közel van a közút. És kérdés, hogy meddig vannak meg a sinek. Látjátok, a főútból már kiszedték a vágányokat, vagy csak ráaszfaltoztak. És kérdés, hogy a túloldalon megvannak-e még. Aha, de itt ennyi. Itt el is tűntek a sinek, hát itt a
csak a következő sírszállat. És nézzétek, itt van egy parkoló is, de átjöttünk a túloldalra, és a vágány aznak itt kéne lennie, de nincs itt. Hát, valahol erre mehetett tovább, hogyha ment. És itt van. Ott van a sín. Az előbb rosszul mondtam, mert itt így akkor ívbe jött, de itt, hogyha esetleg látjátok. Szerintem itt az aszfalt alatt megvannak a sínek. Itt is. Itt azért van ennyire felpúposodva, és akkor így jött. Aha, és ott igen. Ott van egy sínszál. Tehát akkor valószínűleg eddig megvan. És akkor ezt nézzétek. Igen, hát a sínszál megvan, és viszont akkora nagy gaz van, hogy szerintem én inkább megyek majd mellette. A kérdés meddig lesz, mert van itt egy földút, és azt szerintem egy dolog követi a vágányt, de inkább amellett fogok menni. És akkor ezt nézzétek, ennyit sikerült haladni. Sínek azok megvannak, csak benőtte a gaz vastagon. És itt is, ahogy látod, végig megvan. Tehát körülbelül, és errefele is még itt nyílegyenesen megy a pálya. Hát szerintem ez így a Dunapartig megy. De mindegy, most már elsétálok a végéig, aztán meglátjuk. De hát ilyen sok érdekesebben nem lesz, mert még mindig egyenes, és ugyanúgy benőtte a gaz, mint eddig. Ezt nézzétek. Egy újabb nagy akadály. A vágányok még mindig nyílegyenesen mennek, és ennyi. Tehát még mindig egyenes. De a földút még mindig itt van, úgyhogy meg lehet kerülni. De amúgy semmi nem kívüli. És hát a jó világ eddig tartott, ez már valószínűleg az árvízvédelmi töltés. A földút az ott elkanyarodott. És itt is az átjáróban megvannak a sínek. És itt tovább is, de itt már jobban is járható. Hopp, és ott egy szelvénykő, na ezt mindjárt akkor megsasolom közelebbről, hogy hát ha kiolvasható, mi van rajta. Hát sajnos ne. De itt van még egy út, ami itt megy mellette. De itt már magas töltésen megy. Ez már itt érdekes. Itt látjátok, talpfa, elvétve egy-két betonolaj van csak benne. Sínek azok végig 48-asak. És ugye ez a bányakavics ágyazat volt végig. Hát itt még a talpfáknak a szélei is látszik, itt már nincs akkora gaz. Most látjátok, egy-két betonalj így szorványosan, de többség az talpfa. Hát ezen a zsumbolyon már nehezebb lesz áttörni. Szerintem inkább lemegyek ide a töltés aljába és megkerülöm. Eddig még egész jól járható volt az út. Na, megkerültem, de ez a földút itt megy mellette egyébként, és itt a vágány, és már mindjárt megmutatom, hogy így, mintha itt egy ívben követné. Viszont itt már nincs akkora magas töltése. Valószínűleg itt azért emelték itt fokozatosan, mert az árvízvédelmi töltésen meg a tetején kellett átvinni, és így volt egyszerű. Na, most már lejövünk ide mellé, és akkor ameddig lehet, addig itt követem mellette. Azt hittem pedig, hogy közelebb van a Dunapart, de közelebbnek tűnt. Ezt képest már mióta jövök. És ezt nézzétek, itt van a viadukt, ahol már kidohattak a talpfák. Kótpuszta kicsibe. Na, akkor nézzétek, itt van a másik viadukt. És errefele jön a vágány, viszont itt már egyre jobban benőtte a gaz. De nem semmi, hogy eddig még megvan. Egy szelvénykő, ami még megvan belőle. És egyébként a vágányok azok itt vannak, most sétálok rajta. És ott a háttérben pedig már ott a Duna. Úgyhogy most itt volt vagy 3 km séta, lesz legalább ugyanannyi vissza. Plusz még el kell sétálni az első busz megállóig is. De az már az és a főút mentén. És akkor itt nézzétek, itt még egy rakodóvágány is van. Egy darabig még tovább is meg volt a helye. Eddig itt látszik, ez volt egyébként a fővágány, hát ez csak eddig. És innestől kezdve, viszont a másik, ami ebből valószínűleg kiágazott, az meg megvan. Na, ott meg vajon mi van? Az meg olyan, mintha egy komp lenne, vagy nem tudom, ott nézzétek meg arra.
Hát ez nem tudom micsoda. Minden esetre akkor ezt még egy darabig elmegyek a földúton, hát hogyha még ott messze folytatódik, akár még ez a vágány is. Meg hát legalább azt megnézem, hogy ez hol ágazott ki. Ezt nézzétek. Itt lehet bemenni erre a telepre, és itt van az átjárva, még mindig megvannak a sinek. És még a másikból is megvan némi maradvány. De az már csak ilyen szakaszosan. Itt meg a gazba, aztán ki tudja, hogy megvan-e vagy nincs. Akkor ahogy látjátok, na itt ennyi, de mondjuk a sínszála szerintem nincs felszedve, ahogy látom, csak szerintem itt ráholták a sarat. Tehát valószínűleg itt a sár alatt megvan. De akkor tudok biztosat mondani, hogyha egy picit tovább megyek még, és igen, és ott van. Aha, ezt nézzétek. Egyik. És itt már itt megy mellette. Nem baj, ezt legalább könnyebb lesz akkor bejárni. De hogy majd ezt itt, majd ugyanezt a távot visszafele is meg kell tenni. Ez se lesz ám semmi. Nem baj, majd vlogozok addig, vagy nem tudom, valamit csinálok. Elütjük az időt. Akkor azt nézzétek, ott egy gazban meg búvó szelvénykő. És egyébként itt vannak a sidek. Egyik itt, a másik meg valahol itt. Ennyire. Van közel, itt van az egyik sínszál, a másik pedig... Ja, a másik meg itt. Most sétálok rajta. Hát látszik, nem mostanában használták ezeket a vágányokat. És itt tűnt el a vágány valahol. Na most azt nem tudom, hogy csak eddig tartott, bár szerintem bár elment ott a partig, ott van. Hát ott látszik még az utolsó sínszál maradvány. Hát innen nem tudom, hogy felszedt, bár nem úgy tűnik, mint hogy felszedték, szerintem csak eltűnt itt a gazba, tehát szerintem még itt túloldalt is kéne, hogy folytatódjon. Meg szerintem ugye nyilván le a Dunapartig, és hát eredetileg a Dunapartig ment, hogyha egyszer ponton hidat is építettek ide. Tehát valahol a Dunapart fele még lehet, hogy találnék vágányokat. De ott van egy út, azt arra még elmegyek és megnézem hátha. És akkor nézzétek, itt a vége. Itt Balutáti, itt van a sínszál, valószínűleg itt még a gazba is megvan. Valószínűleg valameddig még tovább is folytatódik még a gazban. Mert hogyha eddig nem szedték fel, akkor itt errefele miért szedték volna. Csak hát itt már nem lehet tovább menni. Itt ez a vége. Mert az már annyira benőtte a gaz, hogy egyszerűen nem lehet, de még erre azért elnézek, hát van itt valami, de nem hiszem. Na és akkor ennyi volt, akkor ez a felfedező túra, hát most legalább annyi kilométert kell visszasírtan, az olyan 3-4, amennyit a főúttól jöttem be idáig. És aztán még a főúton is valószínűleg sétálni kell jó pár kilométert a busz megállóig, úgyhogy a gyalogtúra azért meg lesz még, és inek nélkül is. De az effektíve vonalbejárás az ennyi volt. Innen már csak visszafele vezet az út. Úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna, úgyis ilyen vonalbejárás, ami úgyse nagyon volt. Ennyire így nem használt vágányt jártam volna be, és ami ráadásul ennyire a semmibe végződik, hogy ennyit kelljen visszasétálni. De hát mindegy, köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Tudjátok, most már, ha esetleg valaki támogatni szeretne, nem kötelező, de lehet, a lehetőség az ott van. Most már beraktam a PayPal mellé, csináltam Patreont is, bár nem használtam eddig semmire, de az is van. Meg kiírtam a bankszámlát is, aki csak utalni tud, mert nincs PayPal-je. Azt is lehet. Meg esetleg valahol találkoztok, hanem személyesen, bárhol, ahol meg lehet hívni egy sörre, és az is egy opció, mint támogatás. Most például nagyon jól jönne. Ebben a melegben, de már végre, tehát már jó ezt kimondani, hogy süt a nap, már nem is tudom, mikor láttuk utoljára a napot, már lassan arra sem emlékszünk, hogy néz ki. De hogy nem esik az eső, végre a nap süt, és van egy kis jó idő. És még rá is értem, szóval jöttem vonalat bejárni. Bár ez nálam nem volt akadály eddig se, tehát most, hogyha ha szakadt az eső, mert nagyon szar idő volt, de akkor értem le, akkor is mentem, tehát láthatok már tőlem olyan videót, ahol ilyen tényleg szakadó esőbe mentem, mert most mi csinálják, akkor értem rá. Szabad napom volt, stb. Tehát amikor éppen, vagy úgy el tudtam szabadulni, hogy tudtam menni, akkor hát akkor mentem, tehát most hát nagyon lehet válogatni, amikor szabad idő van, akkor megyek, aztán mindegy, hogy milyen idő van, de akkor érek le. Úgyhogy na, szóval mindegy is. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek.
lehet ugye nyomatni a lájkot, vagy akár a diszlájkot is, ha nem tetszett, de azért örülnék, ha meg is indokolnátok. Hát azért kaptam már ilyen kritikát, és most hadd ne mondjam, hogy kitört. Na hát közben valami zavar támadt az erőben, úgyhogy akkor nem tudom honnan kezdjem el, mert alig tudok már beszélni is így a fáradtságtól, de akkor azt nem ott hagytuk abba, mert ki lesz vágva itt egy-két bakizás, hogy ezért hadd ne mondjam ki kitől, de volt olyan kritika egy órás vonalbejárós videóra, ami tényleg vágás minden után volt egy órás, ugye akkor gondolták, hogy mennyi volt a nyersanyag, hogy 2 másodpercet megnéztem belőle, ennyi elég is volt. Megkérdeztem, hogy melyik 2 másodpercet nézted, de azt már nem mondta meg. Tehát tényleg, hogyha egy órás videóból belenéz 2 másodpercet, és akkor azt mondja, hogy szar. Oké, csak hát még azért kíváncsi lettem volna, melyik 2 másodpercet nézte. És egyébként más nem írt, tehát mondom, hogy valami egyéb kritika, stb. Jó, mondjuk azért volt az, akit már abból a bizonyos csoportból már hogy 5-ször kibannoltak, és mindig visszakanyarogta magát valahogy. Tehát igazából a fő tolja körülbelül, tehát annyira kell komolyan venni. Tehát most, ha valaki komolyabban megindokolná, akkor az nem lenne azzal semmi probléma. Hát annyi, tehát még építő jellegében még tanulni is lehet. Közben elment a nap, úgyhogy akkor most felveszem a záró részt, akkor hogyha köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Sziasztok, majd találkozunk a következőben. Ezt nézzétek, igazi EU-konform buszmegálló. Főleg a kihelyezett menetrend, az aztán tényleg, de legalább van ezért fedett buszváró.